1300 kilométer után érkezett meg Győrbe Kis László, az Olvassunk Együtt Európában kampány képviselője. A romániai magyar könyvtáros 7 országon keresztül halad, a Fekete-tengertől az Atlanti-óceánig, hogy útja során felhívja a figyelmet az olvasás és az iskolai könyvtárak fontosságára. Városunkban a Kródi Gyula középiskola fogadta a kalandort, az önkormányzat nevében Rózsa Völgyi László köszöntötte a kerékpárost. Nem csak az az élmény számunkra, hogy ez a hatalmas emberi teljesítmény az ember egyik tengertől a másik tengerig átteker, de hogy a magyar, a győri gyerekek élőben találkoznak egy népmesei fanyűvővel, vagy esetleg Vas Albert bármelyik regényének az alakjával, itt élőben most egy pillanatra érezhetjük azt, hogy mi volt az, milyen életet Vas Albertnek Amerikában, amikor ilyen emberek közül jött, ilyen vasból készült emberekből, mint Laci. Rózsa Völgyi László egy könyvcsomaggal lepte meg a vendéget, aki szintén kötetet ajándékozott városunknak. Majd Nagy Attila, az iskola igazgatója, hivatalosan is lepecsételte Kis László könyves akcióját igazoló útlevelét. Kívánom, hogy sikeres legyen ez az út, és most ugye az év végéhez közeledve különösen előszeretettel használjuk a bélyegzőt, más célból kifejezetten, de ezt szeretném, hogyha neked nagy szerencsét hoznak, ha szabad, akkor ide pecsétet. Köszönöm szépen. És sok sikert kívánok is. Köszönöm szépen. Kis László Győrig mintegy 1300 kilométert tett meg, de még 2000 kilométer vár rá, míg végül eléri célját, Maastrichtban ugyanis részt vesz majd az iskolai könyvtárosok nemzetközi konferenciáján. Nagyon fontos volt nekem egyáltalán, hogy higgyek abban, amit meg akarok valósítani, ugyanis nem elég az, hogy dolgozol valamit, tehát minden nap ugyanazt végig dolgozod, ugyanazt az időben ugyanazt csinálod, hanem kell higgyél a szakmádban is. Nekem pedig rendkívül fontos az iskolai könyvtárosa, és abban az is nagyon fontos, maguk a gyerekek elsősorban, és azt tudjuk, hogy a gyerekek egyre kevesebbet olvasnak, és fel kell hívjuk erre a figyelmet. A győri diákok búcsúzóul a kampány célját megfogalmazó üzenetekkel díszített lufikat engedtek a magasba, majd kerékpárral a belvárosi kísérték a kalandor könyvtárost.